az a helyzet egy ilyen bábjáték kapcsolatban, hogy ha nem egy konkrét meséhez készítjük, tehát itt például volt egy alap történet, hogy az égigérő passzúj című meséhez kell alakítani, de ugye akkor egy, egy történetet könnyű felgöngyölíteni, a hozzávaló motivumokat, a megjelenő állatokat könnyű megjeleníteni rajtuk, de én úgy, úgy szerettem volna, hogy ez bármelyik, szinte bármelyik népmeséhez alkalmazkodható legyen. Mégis az egyik legfontosabb momentum az a. a a Fehér Lófia című mese volt. Nyilván azért, mert egyik legjelképesebben ott bontakozik ki az alsó világból a felső világba való emelkedés. És, és, maga ugye kell egy, egy nyílás legyen mindenképpen. Na most ezt a nyílást ugye el lehet képzelni függőlegesen és vízszintesen is. Itt a kettő egy, egybe alakult, tehát kialakult egy, egy, egy kereszt motivum maga a működés képletével kapcsolatban. Tehát van egy vízszintes részünk, ez maga az az óvó védő része, ahol a gyerkőcök bebújnak, és a, a funkcióját úgy tölti be, hogy, hogy az alapvető felállása a paravánnak, az ez. Így játszanak mögötte a gyerkőcök, és így ezzel a sík vonal mögött, itt bármikor ugye bármelyik mesét el tudják játszani, hiszen az alsó rész igazából maga egy kehely. Hiszen ők még egészen közel vannak az édesanyjukhoz, tehát még nemrég jöttek ki az anyaméből. Ez a kehely ott van ugye mindegyiküknek az alap érzetében, és és maga az a, a, van egy ilyen ő vicc is, hogy például perec, pereclek. Itt maga az a, az a szívalagzat folyamatosan végjön egy ilyen perec vonulatban, hiszen ez a perec annyira fontos, a gyerkőz dalokban rengeteg szor, ott van mondókákban, akik szeretik a perecet, hiszen ez a fonat, ez az örök fonat nagyon-nagyon fontos, ez a kapcsolat nagyon fontos, ez ő óvja meg ezt a kejhet tehát maga az édesanyaságot is, ugye maguk a gyerkülcök. Egy érdekes kis szarvas kígyók vannak, de hát azt tudjuk, hogy rengeteg népmesében megjelennek ezek a, ezek a kicsi kígyó királylányok, kígyó királyfik, akik a, a gyógyfüvet viszik a szájukba. Na most ezek nem csak ő, olyan jelképek, amik a, a mesékben jelennek meg, tehát mint egy mint egy ö, ö, szürreális képződmény, a kígyó a, a, a virággal vagy egy növénykével a szájában, hanem egy olyan dolog is, amit például az ábrázoló művészetben megjelenítenek amikor mond valamit. Tehát a kígyó nem csak úgy viszi, hanem azt ki is mondja, és általában ez egy gyógyító folyamat. Itt, amit ő kimond, az egy érdekes történet, elsőnek a hajdunánás lélekligettel kapcsolatban jött föl, mert ő nagyon sokszor ábrázoltam úgy magát a, ezt a virágzatot, mondhatnám így, ilyen világzatot, hogy a tulipán és a lilium együttesét úgy jelentettem meg, hogy nem vált el a kettő egymástól. Tehát ugye maga a lilium az a, a teljes szűzi tisztaság, említhetnénk Szent Imrét, akár, akár Szent Margitot is, és, és a, a, a tulipán pedig az meg már éppen ugye az akár az anyasság felé való, való kibomlás, kihajlás gyakorlatilag, és a kettő még itt nem válik el egymástól. Tehát amit ők mondanak itt, az maga az, hogy a tulipán is üljön meg, tehát hogy tulium. Az egyik része már elkezd befele fordulni, tehát egy óvóvédő részt ő, kezd generálni, a másik része még éppen, hogy szír, ő, elkezd szírmosodni. Hogyha megnézzük, hogy tennénk tennék egy pontot, majd megint megjelennek fent, is ugyanezek a lélekmadarak fogják tartani az egészet, majd a, majd a fenti karokat. És ugye a, az boldogasszony alakzatnál, hiszen ott van már a kis fény maga a méhébe, az egész fehér vonulat itt fog majd elindulni, és ugye két oldalt a, a csökkenő és a növekvő ugye félhold, ami majd ő fent ugye, találkozik szépen a nappal, kialakul egy nagyon szép fölfele mutató háromszög. Enne a nyílásnak ugye majd akkor lesz megint szerepe, hogyha maga ez a nyílás, mert most ez egy nyitott állapot, most beengedi így a gyereküccöket, itt bármelyik mese ugye ezáltal megjelenhet. Amikor ő fölhajlik, akkor ott már ő nagyon fontos, hiszen az, az volt a kérés, hogy egy ő, ő kértek egy paravánt, meg egy életfát is. És akkor ezt úgy, úgy gondolták elsőknek, hogy ez külön-külön lenne, és megbeszéltük, miért ne lehetne együtt. Tehát hiszen az a legjobb, hogyha gyerkőcöknek van egy tenge is. Hiszen ott, ott a, 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 az óvodában általában a leggyakrabban ő, női óvodapedagógusok vannak. Tehát mindig egy nő, ő, női ölveszi őket körül. Még, tehát kell egy tengely, kell egy, egy férfias ő, pont, akár kislányoknak, akár ő, kisfiúknak, ahhoz, hogy tudjanak mihez alkalmazkodni, mint a pásztor, amikor leszúrja a botját, és azt mondja, hogy már pedig itt van a világ közepe. Ez persze más szinten is értető, ahogy az ember ahova szúrja a botját, ott a világ közepe, de itt nagyon fontos, hogy, hogy mindenképpen legyen egy függőleges irányú, biztos ö, tengely. És amikor, amikor ö, ö, az ember megfogja ezt, a, ö, ezt az alakzatot, majd nem soká ki is bontjuk, hogy, hogy milyen, egyszerűen szó szerint ö, vissza fogunk csatolni rá, hogy ezt bizony, bizony föl kell támasztani. És a, és a nyílás érdekes, hogy ilyen szempontból úgy tűnik, mintha zárna. És a tanulság mondjuk egy olyan dologból, hogy hogy kell megépíteni egy ilyen dolgot, nem csak hogy tele teletulipánozzuk motivumokkal és egyebekkel, hanem az, hogy, hogy maga a szerkezet olyan legyen, hogy szerves legyen. Tehát miközben azt csináltam, hogy zártam, mégis ezáltal még jobban kinyitottam. Tehát a nyílás egyik oldalt így, így alakul ki a kereszt. Az egyik maga a szerkezet miatt, tehát ahogy kell működnie, a másik pedig kialakult és egységesé vált a minta. Na most ebben az egész nyílásban van egy, ö, egy domináns szín, az egész igazából itt lennék meg legjobban, hiszen mindenhol átmenetek vannak. De itt, itt viszont egészen együtt van. A zöldnek a maga az üzenete, hogyha szépen kimondja az ember magyarul, az, hogy szüld. És nyilván itt ez a, ez a levél alakzat, ez egyértelműen, hogy a levél is olyan szó, mintha az ember azt mondja, hogy vala. Tehát, hogy több, mint az, hogy éppen van hanem az is benne van, hogy lesz. Tehát, hogy levél. És olyan személyes, hogy te is. De közben a levél önmaga sokszorozása is, a fának is. És maga a lélegzet, tehát él, azt mutatja, ez, ez, ez maga a tevékenysége. És nyilván az üzenete az, hogy szüld tovább. És így alakul ki ez az életfa. Na most amikor ugye ezt nyitogattam, csukogattam, hogy ennek egy folytonosnak kell lennie. Ezzel kezdtem egyértelműen, hogy elindultak ezek a kis kosszarvak, és itt is elkezdtem, de mondom, lent nem lehet ugyanúgy, mint fönt, tehát innen nem indulhat az, és akkor egyet visszakanyarítottam, és így már ki is alakult a halaknak a képjele. Tehát ez a, ez a, ebből indul el, ugye a télnek ugye a vége, és akkor szépen indul ugye a kosfele egyből, de hiszen már önmagából generálja a következőt, tehát nem indul el, hogy eddig hal, hanem már ugye már szépen kér is, hogy menjen tovább, és akkor szépen kialakul, mint egy fenyű alak. A fenyő ugye maga itt a zölddel kapcsolatosan fényű. És a, ahogy fölfele haladunk hogy az életfába, a legfontosabb rész itt jön a, a szépen zengő pelikán madár, ami egyébként ornitológiailag egyáltalán nem pelikánra hasonlít, ez így maradt meg. Tehát nyilván mondhatnánk akár turulnak is, de általában nagyon jellegzetes ez a madár forma, akár a mennyezet kazettákon, de ez világ bármely pontján, amelyik a saját vérével táplálja a fiait, jelen esetben ugye egy páros képlet, mint egy hunor-magorféle képlet, egymás is támogatják egymás háttársai. És folyamatosan hogy ez ez a, ez a nyílás alak ö, ö, nyiladozik, és akkor ebből a, ö, egymás iránt való önfeláldozó szeretetből alakul ki a, az az egy, amit úgy hívunk akár, hogy világügyelő férfiú, akár... Ö, akár Jézus Krisztus, és még sorolhatnánk, vagy egyébként bármelyik kis herceg, aki az óvodában van, aki így tudja szeretni a másikat, akkor ő helyettesítheti. Ez a lényeg. De hiszen ugyanúgy a kislánynak is megvan, és nem egy alá fölé rendeltség, hanem egy egymás mellé rendeltség van. Hiszen attól még, hogy bajuszom, attól még nem biztos, hogy ez csak kizárólagosan a fiúknak szól. Hiszen az egészet, ha megnézzük magát, magát az arcot, ugye, hogyha különveszünk, így az egész együtt egy arc de hogyha megnézzük külön-külön a részleteit, egyik se az, hiszen mindegyik ugyanúgy egy, egy motivum. Ugyanazok, amiből a lenti vagy bármelyik rész összeáll. Csak itt egy, egy egyszerűbb egészé áll, és az egész alakzat megint ugyanúgy megjelenik, és önmagát kiteljesíti megint ugye itt magával a homlokánál. Na most, ami nagyon fontos, hogy ugye szoktuk mondani, hogy 7 ágrasít a nap, itt most éppen 12 ágrasít a nap, és ezzel jelölve, ami itt ebben az óvodában, és hála jóistennek, nagyon-nagyon fontosan ö, tartanak, hogy az egész évkört ö, végig tudják járni ö, szokásokkal, ö, foglalkozásokon belül is, és, ö, és ezért ez, ez meg is fordulhat. Tehát a gyerkőcöknek szépen meg lehet mutatni, hogy ez bizony forog mögötte a nap útján, ahogy a nap jár, hogy az egész így, így fog ö, fordulni. És amire utaltam már a két kis madárral kapcsolatban, hogy ők tartják, hiszen ő maga ez az alakzat, ahol még itt ő növényesedik, itt igaz, hogy ugyanúgy ő növényszerű, de itt már kezd egy állapottá alakulni. Tehát egy folyamatból állapottá alakul, és abban a pillanatban már vissza csatolódik. És a, a rengeteg ő, olyan vita, ami kiszokott alakulni, hogy vajon a függesztőpontot, amit a kereszten, hogy a felfeszítéskor ide szokták tenni, vagy ide, és uh, igazából uh, az azért nem lenne olyan fontos, mert nem egy materiális dologról beszélünk, hogy most megtartja-e ott vagy nem tartja meg, hanem egy olyan pontról, ami. Ami, amivel ö, ugye akár akár a pap is áld, akár az anyuka gyógyít, tehát ez a tenyér közép, amivel ö, ö, kezelnek az emberek, Tehát máig meg, napig megvan, hogy kezelés van. Ez azért van, mert ugye nyilván kezeltek az emberek, nem, nem pedig, mondjuk, valaki valamire hajaz. De ez is nagyon fontos. A lényeg az, hogy hogy én az is, is törvényt szeretem, hogy mindenkinek igaza legyen. Tehát magának a madár szeme jelölheti akár ezt a pontot is, és akkor nekik is igazuk van. De ez viszont biztos, hogy ott van, és ugyanod, onnan árad a fény, ugyanúgy, ahogy Szép a homlokából is, ahogy akár neki is. És ugyanúgy a szemekből is. Hát egyelőre egy ennyit, ami nagyon fontos, ugye, hogy, hogy, hogy a lelkét ugye így tényleg így mutatja. Minden egyes ilyen tenyér és egy-egy kis télekmadár tartja. Kicsit olyan is, mintha azt mondaná, hogy állj, pedig igazából ez már maga az áldásnak a, áldásnak a pontja. Ebből már csak egy ölelés jöhet ki. Ez pedig mindenképpen jó, hogyha, hogyha átérzik a gyerkőcök. Ami még nagyon fontos, hogy egy beszéltünk egy olyan dologról, hogy hogy élőfa és hogy világfa és hogy életfa legyen. Öhm. Be, beszéltük a, a papni Győri Tündével, hogy a feléjük is nagyon számon tartják azokat a egy, egy levő fákat a pusztaságba, amik nem csoportban vannak, hanem önmagát igazából kiteljesítve menedéket, de főleg a napsütés elől menedéket nyújt az állatoknak. Tehát oda begyúlnak a juhok, ott pihennek, egy kicsit tudnak egyet szusszani, de ugyanis az emberek is használják Ezt, ezt mivel főleg álló délben kerül, ez nem csak egyszerűen delelőfának hívják, hanem, hanem egy összevont alakzatban délőfának hívják. Ezt elsősorban, hogy először katonai rénkenénitől hallottam, és bizony ez nagyon-nagyon jellemző, hogy... hogy hogy ezeket meg lehet találni a és ezeket mindig így is hívják. Tehát igazából, mivel a, ez a déli báb csoportnak készült, amit nem is rég tudtam, meg már réges régen készült ez a bábjátékfal, és ez is egy közös gondolkodásnak az eredménye, hogy nem báb paraván, a paraszó az elég para volt, és ezért ezért ugye megnéztük, hogy mi is a funkciója, mi is, mi is itt a, a szerepe igazából szebb szóval ennek a, ennek az alkalmatosságnak, az, hogy, ugye, hogy egy, egy, egy bábjáték kialakuljon mögötte, de közben egy kicsikét előtte is. Közben megkérdeztem Dóra Áron barátomat, hogy mondom, a túlságosan színes egy bábparabán, vagy egy bábjátékfal, hogy nem veszi el a, a figyelmét a közönségnek, akár a gyerekeknek, akár a gyerekeket néző felnőtteknek. És azt mondta, hogy nem, mert abban a pillanatban, mivel akármennyire mozgalmas egy felület, attól még attól még a, a gyerekülcök mozgása a domináns ilyenkor. Tehát onnantól kezdve addig azért jó, mert addig a, a közösség figyelmét leköti. Ez a mozgalmasság a színvilág, vagy maga, maga, maga az alakzatoknak a sokszínűsége egyben és abban a pillanatban, hogy megmozdul a gyerkülc, akkor viszont ugye arra fognak figyelni. És ennek me mekkora jó haszna van, tehát hogyha csak egy egyszerű fehér lepel van, mennyire vannak esetleg lekötve, tehát ott a közönség. Eddig le tudja őket kötni vizuálisan, nem azt várják, hogy nézik, hogy, hogy mozog-e mögötte valaki, vagy nem mozog. Mert akkor elkezdenek, az ember akaratlanul is türelmetlenkedik, így viszont van mit nézzenek vagy esetleg már akkor is, ha felhajtva van, lehajtva van, addig érdemes felhajtani, ezt tanácsolnám is, és amikor kezdődik, akkor lehajtódik, és elkezdődik a mozgás. Addig ő, amit mondtam, hogy ügyel addig azokra is, akik nézik. És ami még nagyon fontos volt, hogy ugye beszéltünk a fáról és hogy álló délben, és a, a, a déli csoport délben szokta tartani a csoport foglalkozásait és próbáit, és ezért ugye pontosan illik ez a, a délőfa megnevezés, és szerintem, szerintem a, a bábjáték falnak még sok ilyen neve lesz majd, mint, mint délőfa és, és, és egyebek, de, de szerintem elsősorban ennyit érdemes ezekről mondani, akkor a babszem jön Most megint ugye azt is eljátszani akár, tehát ahogy fölkerül. Ugye igaz, hogy, 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 hogy maga a mozgása ugye viszonylag korlátozott. De maga, hogy fölkerül a fára, hogy itt most hány leplet, vagy hány ilyen fonatot húztak ki a terembe, ahova ő így szépen fölkerekedik, föl fog támadozni oda. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok a lehetőség, nem beszél arról, hogy akár akár mi, hova húzod még kifele, szárnyat lehet, akár ő, tényleg meg lehet szakállasítani a, a dolgot. Tehát nyilván, hogyha az ember minden meséhez, amit az elején beszéltünk, alkalmazkodtatni akarja, akkor, akkor elkép, nem tudom, hogy mit kell, egy legót kell, vagy még annál is többet kialakítani. Tehát nyilván azt, a, az, azt tudja meg a báb. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ő, ő, ő nyilván nem korlátlanul, de, de azért a legtöbb meséhez így alkalmazkodható. Inkább nem is a mesékhez mondanám, hanem, amit, hanem hozzájuk. Tehát azért, azért, az a fal, ami így őket, tehát ezzel kezdünk, és akkor utána egyiket az egészet is be lehet vonni majd lepellel. De napközben ez egy olyan tengelyt ad nekik, hogy, hogy egy biztonságot nyújtó dolog, hogy az mindig, mindig láthatják, tehát valamilyen perspektívából ránézhetnek és akkor amikor kezdődik a játék, akkor tudják, hogy akkor mögé megyünk. Tehát mögötte biztos, hogy jól, fognak, jól fogják érezni magukat előtte is, ugye ezt nap többi részébe ezt fogják, és akkor mögé nyugodtan be tudnak menni. Nem erőszakos, tehát nem egy, egy griff, mert a griff akármennyire jó, pozitív hős végül, azért az nem teszem ki egy, egy, egybe a gyerekek elé. Tehát állandóra. Ő viszont azért az utóbbi időben a kultúránkban most teljesen mindegy, hogy most a gyerkőcök katolikusok, reformátusok, de maga ez a, ez a akár hívhatjuk egyszerűen királyfinak is. Ezt a kisfiúk is szeretnek, mert szeretnének királyfiak lenni. A kislányok is szeretik, mert szeretnének királyfiakat. És azért az elég, elég, szép az a napkorona, hogy, az, hogy asszociálhassanak rá. Pont arról beszéltünk, tehát, hogy pont a két hogy a napforduló benne van. Tehát akár a karácsony karácsonypontot nézzük meg, ugye, ezzel a zöldelés és, és szüld dologgal, akár ugye a szendély lekiáradását, akkor itt megint itt van, itt van a, itt két madárka, tehát egyértelmű mind a két pont, és akkor megvan, a, ugye amit beszéltünk, ugye már a tavaszi napi egyenlőség, tehát a kors az egyértelmű megvan, és bizony az őszi is az egész, hiszen egy mérlek hintába ül. Tehát az összes kardinális jegy, a kardinális kereszt ki van rajzolva. Tehát az egész ünnep, főbb ünnepkör rá lehet vetíteni, és úgy, hogy egészségesen nem kell belemagyarázni, hiszen önmagát adja. Igen, hogy ők mit mondanak, mert akkor lepődik meg az ember, hogy, hogy ők, ők, őket csak mit látnak, mert sokszor olyat mondanak, amit én még én sem gondoltam volna, hogy, hogy benne van, vagy, vagy, vagy ki tud mozdulni, hát ők fogják, él, ők fogják életre hívni igazán. Esetleg a színekről beszéljünk, mert nagyon érdekes volt az, hogy hogy alakuljon ki, és majdnem hogy korlátozott is volt az, hogy hogy milyen színeket használjak. Elsőnek ugye, Hiába próbál az ember egyetemesen gondolkodni egy ilyen, ö, ilyennel kapcsolatban, mégis megmarad, hogy alsó világ, felső világ. És itt egészen szét akartam húzni, de hiszen, hogyha egy mesékről beszélünk, ez, ez nem megy le úgy az alsó világba, ez, ez kb. ott van, tehát ott játszódik fenn az égen. Tehát úgy, úgy alsó, mint amennyire jobb és bal. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor az lentés, akkor most legyenek egészen sötét színek. A sötétséget igazából alig-alig lehet észrevenni, inkább csak az, hogy hogy maga irányultságban irány, irány az alul van. Például. Ami érdekes, hogy mivel ezt nem vízszintesen festettem, mint ahogy eddig szoktam, tehát megcsorogtak a festékek, de nagyon érdekes, hogy úgy mertem hagyni. Máskor, hogyha egy, egy, egy csepp valahova ráesik, akkor borzasztó pánik. Nem is pánik, hanem hanem, hanem szinte düh, hogyha hogy nem igaz, hogy már ezt megcsináltam, és mégis rácseppen. Itt pedig, hogy ez a sárga ide rá folyt, elgondolkodott, hogy pont ez a lényege, hiszen ez, ez a szín, hogy ha összekeveredik ezzel, akkor megint egy ilyen zöldesség alakul ki a sárgából és a kékből, és ez ő könnyez ide. Tehát, hogyha ennek a kégyónak jónak esetleg, mert azért benne van a két egy olyan dolog is, hogy vigyázni kell vele, de azért van egy javító szándék, ami ide lefolyik, és csak ide. Tehát máshol nem találni. Csak a két-két óra folyt rá ez a, ez a ez a szépen zengő madárnak a, a könnye, mondhatnánk. Igen, még azon gondolkodtam, ami nagyon fontos, és a gyerekeknek is akár ö, segítséget nyújthat, hogy amikor egy páros, tehát király és király és az öreg király, tehát aki, aki tényleg ugye maga a teremtő képében is megjelenik, ezzel hatalmas nagy segítség, ahogy, hogy esetleg úgy tudnak már itt egymás felé bújni. Tehát amikor mögötte állnak, és nézik, hogy szinte alig látják egymást. Tehát itt néznek össze, és itt elől. Mennyire őszintének kell lennie, mennyire kell bízzanak egymásba, hogy tudnak egymás felé menni, itt az öreg király színe, szó szerint színe előtt. Nagyon fontosak a pontok, azt nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy a pontnak ugye a legfontosabb üzenete, tehát maga a mással hangzó kategóriák törvényszerűsége szerint, tehát hogy PBVF, tehát hogy változik, tehát pont bent, fent van. Tehát ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent. És csak egy-két egy helyen jelenik meg, ahol tehát az egészet gondoltam, hogy megpontozgatom, de nem nagyon kellett. Tehát van egy, amit mondtam az elején, hogy van egy, egy ilyen fehér tengely, amit végigvonul, és csak éppen egy-két helyen bontakozik ki, ahol maga a lélek tükrének, tehát magának a szemnek a, a, a helye van, megjelenítése van. És egyébként ez a, ez a, pont, ugye pont itt a leges legközépen, tehát itt, ahol a, ahogy, ahogy a lelkünket érezzük, itt jelenik meg leg, legpontosabban és legfontosabban, és a, a, többi helyen pedig csak éppen jelzés értékkel, ahol ö, kirajzolhatunk megint ugye egy háromszöget. Tehát folyamatosan ilyen mértani alakzatokra van bontva az egész. ha innen nézzük, hogy a kehelynek, és ott erősíti meg a három pont, megint ugye azt mutatja. Így van. A lényeg, hogy hét fényből szőj mesét.